2011. november 11-én egy óriási nagy megtiszteltetés ért, mert a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen díszdoktori oklevelet adtak át. Ausztrália, Németország, Lengyelország, Amerika, 8-an voltunk, akik megkapták ezt a nagyon-nagyon megtisztelő oklevelet. Egy angol nyelvű köszöntő után azt mondottam, hogy engedtessék meg, hogy magyarul is mondjam el ugye azt a pár mondatot, amit érzek. Én úgy fogalmaztam meg, hogy azok a professzorok, akik tanítottak, európai hírű professzorok voltak, akik ennem szépen ugye az alapot nyújtották számomra. És amikor átvettem a diplomát, úgy fogalmaztam meg, nem csak saját magamnak tulajdonítom, és nem is fogom fel, hanem megtiszteltetés érte ezzel a magyar nyelvű orvosi oktatást Marosvásárhelyen. Ugye az eufória idején, 90-ben két professzor kollégámmal mentünk Bukarestbe a tanügyminiszterhez. És háromszor is mentünk a tanügyminiszterhez, hogy győzzük meg azt, hogy tessék kérem, külön szekció legyen a magyar oktatás, mi határozzuk meg, legyen annak egy dékánja, kérném szépen, hogy határozzuk meg ugye azt, hogy milyen formában történjen a magyar nyelvű oktatás. Nagyon udvarias volt a tanügyminiszter, nevére nem emlékszem. Csak éppenséggel harmadszor is azt mondta, még nem jött el az ideje, önkönője kázul, még nem jött el az ideje. Hát hadd nem mondjam, ugye, hogy azóta hány év telt el, ugye, és hogy történt mindez. Szenátusi tag voltam, vezetőségi tag voltam, és több kollégánkkal. Megkértük a vezetőséget, kérném szépen, hogyha van két tanársegédi állás, tessék kimondani, hogy az egyik legyen magyar, a másik legyen román oktató. Azzal utasítottak el, kérném, hogy a minden tanársegédi állás, az versenyvizsga, Na, hadd nem mondjam azt, hogy történt a versenyvizsga, 13 ugye román kolléga, a két magyar került, ugye, kérném szépen ennek a ugye, magyar oktató közé. Gyermekkoromban egy különleges munkás negyedben laktam, munkás negyedben, amely a Tisza partján volt. Jól emlékszem, hogy drága nagyapám és édesapám egy tavaszi, téli ugye, esőzés kapcsán nézte, ki fog-e önteni ugye, az az ágat Tiszának, vagy nem fog kiönteni. A Tiszán tutajosok jártak, és szállították a rönkőket egészen Szegedig. Ha lejutottak Szegedig, de mi történt? Ősz, ha van, eső nincs, eléggé alacsony volt a vízállása a Tiszának, és biza zátonyra futhattak. Éjszaka is felébredtem, a tutajosoknak az éneklése, kiabálása, amivel szét kellett szedjék a tutajt, és egyenként kellett a rönkőket leszállítsák, ugye szétszedik a tutajt, és úgy kellett, ugye, hogy tovább vigyék, mert máskülönben nem tudták volna elindítani. Hát azok az énekhangok, inkább mondjuk az egy kicsi jaj veszékelés is volt. Román elemébe jártam, gondot nem különösebben okozott nekem, és a legutolsó tanítónénire, akire emlékszem, Gigi néni, németi Gigi néni, magyar hölgy volt, és nagyon-nagyon kedves volt. És aztán ugye jön 1940, Észak-Erdély,
és utána pedig jönnek a gimnáziumi évek. Gimnáziumek, ugye elsős gimnázista vagyok a Piarista gimnáziumban, Nagy Magyarországnak legnagyobb vármegyéjének, tehát Máramaros vármegyének volt a székhelye, Máramaros sziget. Tehát magyarok, románok, rutének, cipcerek, az utóbbi pár évben úgy pontosították, nem tudtam, hogy ezek Felső Ausztriából kerültek oda, mert egy bánya vidék volt, és Mária Terézia oda telepítette őket, mint bányászokat. És természetesen zsidó, ugye polgártársaink, barátaink, akikről kell tudnunk azt, hogy 11 ezer zsidót, kérném szépen, deportáltak Máramaros szigetről. 4 éves koromban a jó nagyanyám, kérem, hegedűt adott a kezembe. És akkor az úgynevezett negyedes hegedűt, egy kicsi kis hegedű volt ugye, mert gyermeknek, ugye. És először egy apáca tanított, egy idősebb apáca tanított, ő zenetanár volt és tanított. Na de, ami a legcsodálatosabb emlékem, az egy olyan zenetanár, aki kiváló pedagógus, kiváló zenész is volt, és nagyon-nagyon komolyan muzsikáltunk együtt. Ezt Bixes Pannak hívták, egy zsidó ember volt. A szülőházam utóbb a állomás mellett volt. Azon az úton, amelyik összekötötte a vasútállomást a kaszárnyával. A kaszárnyában volt ugye a gyűjtő láger. Úgy nézem, és édesapám óva itt, ne nézzetek, hagyjál, nagyon szomorú dolog. Kit látok? A hegedű tanárom a hónya alatt a hegedűvel, és megy a halálba. Idősebb ember volt. Hát tudtuk nagyon jól, és ugye a történelem azt pontosította, hogy még a marha vagonokban, amivel szállítottak, már ottan nagyon sokan meghaltak. 1948 érettségi. Tehát ez az utolsó Piarista gimnázium, 48-ban ugye az egyházi iskolákat felszámolja, ugye a kommunizmus felszámolja, kész, és érettségizünk. De hol? Szatmár Németiben. Oda kellett mennie Nagybányának, Károlynak, Máramaros-szigetnek, és természetesen Szatmárnak is. Tehát a mai Kölcsey gimnáziumban volt az érettségi. Kérem szépen, az érettségi ez nagyon szigorú volt. Fantasztikusan szigorú. Sajnálattal kell mondjam, hogy majdnem a fele az osztálytársaimnak megbukott. És jött az őszi felvételi az egyetemre. A Vásárhelyre felvételizni az orvosira. Drága unokabátyám, akit nagyon-nagyon szerettem, ő már negyedéves volt az általános orvosin, és én vegyészmérnök, francia tanár, mint vegyészmérnök akarok lenni, de nem volt jó számtan tanárunk. Háború, elmentek a tanárok, nem volt. És nem nagyon ment nekem a matematika. Azt mondja nekem, ez az én drága Béla bátyám, hogy te azt mondja, te szereted a kémiát. Hát gyere, te annyi kémiát fogsz tanulni az orvoson, hogy a beléd fér. Rendben van, felvételizek, kiteszik az eredményt, nincs. Kész, nem vetek fel. Nincs mit csinálni, nem vetek fel. Még egy harmadik kedves, ugye, szigeti barátom, együtt laktunk hárman, jön haza, és azt mondja, te felvettek, figyelj rám, engemet ne hülyítsél. Mi az, hogy fel? Hát látom, hogy nem vettek fel. És kezdek pakolok, hogy menjek haza, kész, menjek haza. Azt mondja, nem, a fogorvosira. Ja, hát az engemet nem érdekel. Ott van a drága unokabátyám, aki már a háborút is, mert idősebb volt a háborúban is, ugye, őt ugye egy kicsikét befogta a háború. Figyelj rám! Téged egyszer felvettek, majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hadd ne kommentáljam. Én hiszek valahol, és meg is nevezem a gondviselésnek. És a gondviselés megsegíti az embert, azért gondviselés, ugye, hogy megsegíti, és akkor az életét ugye úgy irányítja, hogy ugye ez lett belőle, ahogy mondta a drága unokabátyám. 1949-ben egy baráti társaságban Csögör Lajos professzor, aki rektora volt az egyetemnek, mikor vége van az összejövetelnek, kilép, és egy civil ember hozzá csatlakozik. Professzor, 5 percre szíveskedjük önnél, hogy megbeszéljünk. Hát kérem szépen, ez az 5 perc, ez 6 évig tartott, ugye, börtönben ült. Ő egyébként fogorvos professzor volt. Megszüntették a fogorvosi kart, és így kerültem én,
mikor jöttem beiratkozni negyedévre, akkor azt mondták, kérem, nincsen, áttetszenek menni Kolozsvára. Feltettek egy nyitott teherkocsira, csomagostól, mindenestől, és átvittek Kolozsvára. Természetes az, hogy egy román diák évfolyamra kerültünk be. Hangsúlyosan mondom, példaértékű volt azoknak a román barátainknak, kollégáinknak a viselkedése. És még egy dolgot, amit nem fogok elfelejteni, nem fogom elfelejteni. Kérem szépen, akkor még tanítottak, nagyon sajnálom, hogy máma nem tanítanak orvos történelmet. Hatodéven Bologa professzor. Megyek vizsgázni. Lépek be ugye az irodájába, és a következő fogadtatásban részesülöm. De szóra mondom, édes fiam, hogy akarsz felelni, magyarul vagy románul? Behívattak a dékáni hivatalba, és a dékáni titkár még egy kolléganőmet, és azt mondja, kérem szépen, Marosvásárhely kér két fogorvos, mi javasoljuk azt, hogy tessék Marosvásárhelyre. Írok haza, mit csinálják, mert már a Maros-szigeten is van állás. És írok haza egy levelet, és megkérem édesanyámat, mi a véleménye, mit csináljak. Édesanyám, írja nekem, én nagyon szeretném, hogyha te itt lennél mellettünk, de Marosvásárhelyen orvosi egyetem van, egyetemi város. Én azért azt javasolom, hogy válasszad Marosvásárhelyt. 1960-ban, kérném szépen, versenyvizsgát írnak ki, és egy tanársegédi állás. Addigra már Lajos bácsi, én most már úgy is nevezem, mert nagyon-nagyon, én második apámnak is úgymond én tartottam, és javasolja, te jelentkezzél erre az állásra. Megint csak egy szenzációs meglátása volt Csőgő Lajos professzornak. Ő azt mondta, hogy hozzunk létre egy kutató laboratóriumot. Na, ottan egy nagyon jól felszerelt szövetani laboratórium jött létre, és emellett még nem csak fogszövetani, hanem mikrobiológiai, bakteriológiai kutató laboratórium is. Jó felszerelés, nagyon jó mikroszkóp, minden, ami csak kellett egy ilyen kutatás. Hát én bebejártam oda, és egy olyan technikát valósítottunk meg, amivel nagyon-nagyon szép fogmetszeteket és nyálkahártya próbákat tudtunk ottan megnézni. Meg kell jegyeznem azt ugye, hogy a fogzománc az a szervezetnek a legkeményebb szövete, a csontnál is keményebb, fantasztikusan kemény. Tehát, hogy abból 5-7 mikronos metszeteket kellett, az ez egy fantasztikusan nehéz ügy volt. Kidolgoztam egy szövet, puhító eljárás. Ennek az eredményeként, kérném szépen, Európában mind a 4 égtáj irányában én bemutattam eredményeinknek. Ennek a kicsi fakultásnak a tudományos eredményeit. 2-szer Párizsban, 1973-1992, Hamburgban, 1980, világkongresszus. De visszatérek még a párizsi megjelenésem, 1973-ban. Van egy ülés elnök, ugye, aki a prezident, ugye, amikor befejezem az eladásomat, a következőt mondja, c'est en français impeccable, kifogástalan franciasággal. Magamban megjegyzem, inkább meghívtál volna engemet egy ebédre, mert ott van a feleségem, aki 2 keksz között egy szebeni szalámit is összetett, és egy üveg tej, és lementünk, milyen romantikus volt, a Szajnaparton megebédeltünk, mert mindez hivatalosan, hűha, nem lehetett másképpen, de mégis azért $80 jártuk meg azt a 10 napot. Vizsgázik a diákom, és kérdezem, na mostan, hogy kezeled a fogat, amikor egy tömést kell, hogy elhelyezzél? És akkor azt mondja, hát kell, vágja bele egy küszöböt, te mondom, te állj meg, te ha még egyszer küszöböt mondsz, akkor én megfojtalak. Miért, honnan jött ez? Mert a román nomenklatúra preparare unui prag, tehát küszöböt. A magyar nomenklatúr azt mondja, hogy vállat alakítok. Na mostan ez számtalan, ugye nem tükörfordítást mondtak, nem, gyerekek nem voltak hibásak, ez is abszolút semmi, csak egy kicsikét ugye viccesen. És akkor mondom Matekovics Gyurinak, te Gyuri, gyere, te állítsunk össze egy szótárt. Nézd, a tapasztalatom az, hogy ezzel nagy-nagy segítséget fogunk nyújtani a diákjainknak. És ebből lett egy magyar, román, angol
nyelvű szakszótár. 13,5 ezer szakkifejezést tudtunk összeszedni. Az orvoszenekar az egy olyan élményem volt, amelyik sok év, szinte 30 éven keresztül meghatározója volt. Tessék elfogadni ugye azt, hogy kérem szépen, az orvosok azért hajlamosak arra, hogy a művészetekkel foglalkozzanak. Nagyon-nagyon ragyogó évfolyamtársam volt, aki gyönyörűen, itt vannak a szobámban vannak a festményei, ragyogó festő volt. Valahol ez menekülést jelent, mert a mindennapi munkánkban hol pszichésen, hol fizikailag igénybe vagyunk véve. Meghirdették, akik tudnak valamilyen hangszeren játszani, hát jelentkeztem, miért ne jelentkeztem volna. Na ebből aztán az lett, ugye, hogy lett ez a nagyon-nagyon híres, úgynevezett, hát félszimfonikus, nem mondhatjuk, hogy szimfonikus, de félszimfonikus zenekar. Én a másodhegedűnek voltam koncertmestere, és nagyon-nagyon szép emlékeink vannak. Az orvosinak a dísztermében nagyon sokszor hát koncerteztünk, és nagy-nagy tömve volt ugye a hallgatósággal ez a díszterme az orvosinak. Pálffy Béla nagyon kedves kollégánk, aki belgyógyász is volt, és fiziológus, tehát élettanász. Ragyogó muzsikus, aki kérném szépen a Vásárhelyi Filharmoniában is muzsikált. Ő kérném szépen ugye angol kürtös volt, és ő volt a dirigensünk, ő volt a karmesterünk. Adott pillanatban a bukaresti televízió felkér bennünket, hogy menjünk fel Bukarestbe, mert egy koncert keretében fel akarják venni az orvos zenekarnak a koncertjét. És hol lesz ez a koncert? Az ország első koncert termében, az Ateneumban. Egy nagyon kedves, sajnos már ő is elhalálozott, kérem szépen, neurológus professzorral ketten, ő első hegedűt, én másod hegedűt, Vivaldinak ámol kettős hegedű versenyét játszok. Édesapám Aknasugatagon ugye született, és ott görög-katolikus templom volt. És ott őt görög-katolikusnak keresztelték. Következésképpen ugye én is görög-katolikus voltam, és a görög-katolikusok kereszteltek. 1940, hát ugye úgy történt, hogy édesanyám római katolikus lévén, hát most már ugye térjünk erre a vallásra, hiszen az édesanyja ugye az édesapám, akit hihetetlenül tisztelek, kérném szépen, ő egy kisiparos, cipészmester volt. Csató Béla Gyulafehérváron vikárius volt, hogy orvosok, menjünk fel, és ott gyűjünk össze. Hát körülbelül 15-ön gyűltünk össze, kérném szépen, és alakítsuk meg a keresztény orvostársaságot. 4 hónapra rá 300 valamennyien iratkoztak be a keresztény orvos társaságba. Bejártuk egész Erdélyt, csodálatos, szép összejöveteleink voltak, meghívott előadók, akik hát ugye megfelelő, hát ugye szakemberé voltak bizonyos témáknak. Ezek a baráti kapcsolatok, ezek a munkánknak hihetetlen nagy segítségül szolgáltak mindenképpen. Az orvosi etikához hadd kapcsolódjon megint csak egy olyan hát elfoglaltságom, amelyet minden évben én részt veszek. Alapító tagja vagyok a Magyarországi Bioetikai Társaságnak. Az orvosi beavatkozásnak az a célja, hogy vagy megelőzze a megbetegedést, vagy pedig azt a beteg embert gyógyítsa meg. Ennek megvan a megfelelő etikai kódja, hogy úgy mondjam, tehát szabályzata. Én szomatológus vagyok, tehát az azt jelenti, ugye minden, ami a száj üregben, hát koros elváltozás jön létre, itt nem csak a fogakról van szó. Bizonyos megbetegedések, azok a szájban jelennek meg először. Ha nem tudok ráhangolódni a paciensem pszichéjére, lelki állapotára, akkor nem tudom elvégezni a beavatkozást. Volt egy cikkem, egy szaklapban megjelent, hogy
fájdalommal végezni a fogorvosi kezelést, az műhiba. Megvan az eszköz arra, hogy hogy lehet érzésteleníteni. Mire meggyőzöm azt, hogy mégis nem, miután befejeztem, na, öcsike, fájt vagy? Nem fájt. Nem fájt, doktor bácsi, nem fájt. Rendben van, bevégzem, és természetesen a következő alkalom. Megjelenik a gyermek, és a következő. Ugye, doktor bácsi, ugyanúgy tetszik csinálni, mint a múltkor. Természetesen semmi nem fog fájni. Na, hadd mondjam ennek az etikáját, onnan indultunk el, hogy orvos etika. Ha megvan az eszközöm rá, hogy úgy végezzem, hogy az megnyugodjon az a paciens, megnyugodjon az a beteg, meg kell nyugtatnom a beteget, és ez hozzátartozik az orvosi etikához. Kötelességem ugye elvégezni ezt.